Szerbia az elmúlt időszakban havi 0,4%-os gazdasági növekedést mutatott. Áprilisban az országos átlagbér összege meghaladta 400 eurót. Az átlagfizetés pontosan 401 euró volt, nyilatkozta Alexander Vučić. A kormányalakító elmondta, az idén további növekedés várható. Az év végére pedig a juttatások további emelkedése várható. Što je veoma značajno, jer to znači da je se dogodilo ono što smo mi želeli, da je privatni sektor pojačao svoja primanja. Na tome ćemo da radimo, praveći najbolje moguće uslove za poslovanje u budućnosti, a očekujemo, razume se, krajem godine i početkom sljedeće godine da i u javnom sektoru budu primanja veće. Alexander Vučić Belgrád vezetését vádolja a Savamala területén történt illegális bontásokkal. A kormányalakító konkrét neveket nem emelt ki, de elmondta, a rendfenntartó erők és az ügyészség felelősségre von mindenkit, akinek a keze benne van az ügyben. A politikus kifejtette, azért állt a nyilvánosság elé, hogy megnyugtassa azokat, akik azt hiszik, hogy Szerbiában bárki bármit lerombolhat az éjszaka árnyékában. Siguran sam, de njihov motiv bio najčistiji. Siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi. Egyes források úgy tudják, hogy a Savamala bontásához Siniša Mali belgrádi polgármesternek van köze. Vučić ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta. Annyit azonban elmondott, hogy Máli irányítása alatt többet fejlődött a főváros, mint az elmúlt 30 év alatt összesen.